püspök urat, a kuratórium elnökét. Dr. Görög István nyugalmazott ezredes veheti át 2021. augusztus 16-án hétfőn este 18 órakor az állam alapító Szent István érdemérem és díjat a Fehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Jelentette be a sajtó munkatársainak Spányi Antal püspök, a díj kuratóriumának elnöke és dr. Csurgai Horváth József levéltár igazgató, a kuratórium tagja. 2004 óta még számos díjazottunk volt, 21-ben, 2021-ben pedig dr. Görög István kapta meg a díjat. A 2004-ben létrehozott államalapító Szent István érdemérem és díj a város legrangosabb civil díja. Dr. Csurgai Horváth József, a városi levéltár igazgatója elmondta, a polgárok javaslata alapján értékteremtő tevékenysége okán dr. Görög István nyugalmazott ezredest találta legméltóbbnak az elismerésre a kuratórium elnöke Spányi Antal püspök és tagjai dr. Karsai Béla, a Karsai ZRT elnöke, Radecki Jenő, a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Bobori Zoltán költő, prózaíró, művelődés és irodalom szervező, valamint dr. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola rektor helyettese. Alapvetően 2004-re nyúlik vissza a díj alapítása. Különféle szempontok lehettek, és nyilvánvaló voltak is a díj létrehozásakor. Fehérváron valóban hiányzott egy civil elismerés, egy civil díj. Korábban sem voltak persze az igazság az ennek különösebben hagyományai. Általában ugye önkormányzati, vagy az önkormányzatiságot megelőző időben, ugye a tanács korszakában tulajdonképpen voltak díjak, de azok a civil szférához nem, vagy egyáltalán nem, vagy alig kötődtek. Úgyhogy ennek én azt gondolom, hogy egy szükségesség volt tulajdonképpen ez, és hát azóta azt gondolom, hogy az elismerések, a díjazottak nevei is azért mutatják, hogy itt a fehérvári polgárok, akiknek ajánlását mindig is szívesen vesszük, árgus szemekkel figyelik, hogy a város berkein belül, mind a város berkein túl, hogy kiket lehet különféle közéleti tevékenységük, odaadó munkájuk okán, és hát valamiféle példamutatás okán természetesen díjra jelölni, és a kuratórium ezt követően több alkalommal ülésezik egyébként, de ez egyik alkalmat ennek szenteli mindenképpen, hogy döntést hozzon, és eddig mind a 18 alkalommal egyhangú döntést hozott. A fehérváriak jól ismerik Görög Istvánt, hisz a társadalomnak, a közéletnek egy fontos és ismert szereplője. Egy olyan ember, aki férfias erényekkel rendelkezik, aki tud irányítani, helytállni, és a feladatát a legnagyobb gondossággal sikeresen végzi, mondta Spányi Antal püspök méltatásában. Nyugdíjba menetele után nem a békés semmittevést választotta, nem is illik ez hozzá az ő személyiségétől, azt gondolom ez nagyon távol áll, hanem kereste a lehetőséget arra, hogy azokat az eszméket, amelyeknek életét szentelte, továbbra is tudja szolgálni és másokkal megismertetni. A baráti kör, a katonai baráti körnek, honvédség baráti körének lett egyik aktív tagja és vezetője, és fontos beosztást vállalt a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Ennek ő ügyvezető igazgatója, ahol az intézményt fejleszti, vezeti, irányítja. Egyre szebb az az intézmény, egyre több ember keresi föl, és találnak ott olyan élményeket, amelyek őket a hazaszeretetben, a becsületben, a katonai erényekben, amelyek fontos emberi erények, tudják megerősíteni. Az ő irányításával ez a park egyre szebb lesz, egyre teljesebb lesz, és most már örömmel látom, hogy a Doni kápolnát is az ő felügyelete alá tudtuk helyezni, és ez azt jelenti, hogy ott is a körülmények, a környezet, a kialakítás mind-mind egy magasabb szintre lépett. Fontos ez azoknak, akik évről évre eljönnek oda, hogy a Szent Misén, a megemlékezésen, a hősökért, a Doni áldozatokért bemutatott Szent Miséken, közös imádságokon részt vegyenek és jelen legyenek.
Dr. Görög István személyében egy igazi példakép, egy olyan ember kapja ezt a díjat, akitől sokat tanulhatunk, és remélem, hogy ez a díjátadó éppen ezekre az erényekre, ezekre a fontos emberi tulajdonságokra fogja a figyelmünket ráirányítani. Spánya Antal püspök végül elmondta, dr. Görög István nyugalmazott ezredes életútjával, munkásságával méltó módon kerül az eddigi díjazottak sorába. Azokat mi is jobban a szívünkbe zárjuk.